mindenért most hálátlan. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztutadása. Köszönöm a Jóistennek, hogy az imahét keretében minden este a tanítványságról hallhatunk. Hiszem, hogy önöket is lelkesíti ez a gondolatkör, hiszen nagyon fontos az, hogy a mi életünkben, a mindennapjainkban hogyan gondolkodunk erről. Jézus Krisztus tanítványnak hívott el bennünket, minden egyes követőjét, minden egyes keresztényt. És hogy mit jelent tanítványnak lenni, nagyon fontos, mert bizonyos értelemben ettől is függ, hogy hogyan tudjuk betölteni szolgálatunkat, küldetésünket, és Jézus Krisztus eljövetele mikor fog bekövetkezni. Ha elvégeztük a munkát, Jézus Krisztus visszatérhet utánunk. Vajon még él bennünk-e ez a hit? Jézus Krisztus visszatérése? Jézus Krisztus visszatérésével foglalkozunk-e eleget? Tanítványságunk, tanítvány életünk erre rámutat, és ezt bizonyítja, hiszem. Ma este arról fogunk hallani, hogy mit jelent tanítványként élni. Istennek igéjét Szász Károly Zsolt lelkipásztor, a hetednapi adventista egyház Északerdi egyház területének titkára fogja szólni. Áldott alkalmat kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Reménység TV nézőit és a rádió hallgatóit. Különleges ima héten vagyunk, a hetednapi adventista egyházban megszervezett évvégi nagy ima héten, és mindenkit szeretettel köszöntünk. Ezen a különleges ima héten a kereszténység gyakorlati oldaláról beszélünk, nem másról, mint a tanítványságról.
Évszázadokon át foglalkoztatta a keresztényeket, hogy mi is a tanítvánság lényege. Hogyan mutatkozik meg a tanítvánság a gyakorlatban? Milyen hatással van a Jézus ismerete mindennapi életünkre? Ha megnézzük, mi történt Jézus első követői esetében, azt látjuk, hogy számukra ez a kérdés nagyon fontos volt. Tanítványnak lenni számukra azt jelentette, hogy az Úr Jézust követték. Azaz életük erről szólt. Felálltak, elindultak, léptek, mentek. Jézus ment elől, ők pedig utána. Őt követték. Fizikailag. Ez a fizikai követés pedig lelki átalakulással is járt. Előbb rácsodálkoztak Jézus személyére, hallgatták rendkívüli tanításait, elfogadták őt megváltónak. Azután beszéltek róla. Az evangéliumban két fiatal ember elmegy egy vándortanítóhoz. Eltöltenek nála egy délutánt, és ettől az egész életük megváltozik. Nem tudjuk, mi történt Jézusnál aznap délután, de János egész életében emlékezett arra, ahogyan megvendégelte őt, ahogyan beszélt hozzá. Akiket pedig Jézus megérintett, már az akkori időben életük teljesen megváltozott. Beszéltek nagy tetteiről, beszéltek ígéreteiről, tanításait lelkesen továbbadták, és a Jézust ismerők, a Jézust követők száma egyre inkább nőtt. Az egyházzá nőtt szervezetben pedig elkötelezték magukat, hogy annak felelősségteljes tagjai lesznek. Tevékenyen, következetesen részt vállalnak a szolgálatban, a tanításban, részt vállalnak az evangelizálásban, és engednek Isten lelke belső késztetésének. A tanítvány kifejezés a görög mathetes szóból származik, jelentése tanuló, tanonc vagy követő. Olyan személyre utal, aki eltökélten halad egy bizonyos cél felé. Az új szövetségi tanítvány kifejezés alatt elsősorban Jézus követőit értjük. A magyar nyelv értelmező szótárában a tanítvány az a személy, akit valaki valamire tanít. A tanítvány tehát növendék, tanuló, akit mestere vagy tanára oktat. A tanítvány kész utasításoknak engedelmeskedni, és bizonyos kötelezettségeket vállalni. Elvégezni mindazt, amire őt a mestere kéri. Ebben a kontextusban Jézus elhívja tanítványait, hogy kövessék őt, de ez a követés nem csak tanulásról szól, hanem az élet megváltozásáról is. Ezt mondja Jézus. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Olvassuk a Máté evangéliuma 16. rész 24. versében. Lukács evangéliuma 14. rész 27. versében pedig Jézus ezt mondja, és valaki nem hordozza az ő keresztjét, és nem utánam jő, nem lehet az én tanítványom. A tanítványság az lemondással, de ugyanakkor átalakulással jár. A tanítványnak nem csak a tudása növekszik, hanem megváltoznak a gondolatai, megváltoznak a szokásai, megváltozik a beszédje, megváltozik a teljes élete. A mester iránti elkötelezettsége nem valamiféle fellángoló szalma, ami hamar kialszik, hanem megfontolt kitartás jellemzi. János evangéliuma 8. rész 31. versében ezt olvassuk,
Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. A tanítvány tehát megmarad Jézus beszédeiben. Abban él. Ő képviseli a mestert, hisz végül olyanná lesz, mint amilyen a mestere. És Jézus beszél erről a Lukács evangélium a 6. rész 40. versében. Azt mondja, nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Ez egy radikális változást jelent. És ennek a radikális változásnak hatása van az élet minden területére. Akkor is, most is. Isten ismeretedet nem lehet elrejteni. Ez nem lehet magánügy, amit csak te tudsz, és Isten. Áldást kell, hogy jelentsen másoknak is. Ha ő benned él, nyilvánvaló lesz a környezetedben élők számára is. És a világnak szüksége van arra, hogy bemutassuk a gyakorlati kereszténységet. Erről szól Ellen White is, és felhív minket, hogy ezt megtegyük. Ruth Bell Graham egy találkozásról írt, amelyet egy Pashi nevű fiatal indiai diákkal folytatott. Beszélt Pashival Krisztusról, mire az így válaszolt. Szeretnék hinni Krisztusban, és Indiában sokan szeretnének hinni, de mi még soha nem láttunk olyan keresztényt, aki olyan lett volna, mint Krisztus. Graham asszony egyik barátja azt mondta neki, hogy mondja meg Pashinak, nem kínálok nektek keresztényeket, én Krisztust ajánlom nektek. És ez egy jó hír. Soha senki nem fog felmentést kapni arra, hogy nem hisz Krisztusban, mert a keresztények hitetlenek, és ennek alapján ő nem hisz. Másfelől viszont fel kell tennünk magunknak a kérdést. Hogy néz ki az az ember, aki azt mondja, hogy Krisztus követője? A keresztényeknek olyanoknak kell lenniük, mint Jézus Krisztus? Talán a legismertebb válasz erre a kérdésre a Dávidról adott leírás, Isten szíve szerinti ember, aki Isten minden akaratának teljesítése mellett kötelezte el magát. Talán egy hívő kereszténynek is ilyennek kellene lennie. Olyan embernek, aki elkötelezte magát Isten minden akaratának teljesítése mellett. Tegyük fel, ha kiadnának egy kormányrendeletet, hogy mindenkit letartóztassanak, aki kereszténynek tűnik, vajon bebörtönöznének téged? Az Isten szíve szerinti ember az, akinek a saját szíve először Isten országát keresi. Hogyan látszik meg ez az életében? A Szentírás arra hívja a házastársakat, hogy igazi tanítványként éljenek otthonukban. Az Efézusi levél 5. részében, a 25. verstől kezdődően olvassuk ezt, férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. A férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. Mint hogy tagjai vagyunk testének. A Krisztust követő férj szereti az ő feleségét. Kedves hozzá, türelmes hozzá. De hasonlóan kedvesség árad a feleségtől is a férj iránt, és ez szeretetteljes engedelmességben nyilvánul meg.
Péter apostol ír az ő első levele harmadik rész első két versében a következőképpen. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ez a fajta viselkedés életeket változtat meg. Ha szülő vagy, a tanítványságod abban is meglátszik, ahogyan gyermekeidhez viszonyulsz. Erről is olvasunk bátorító tanácsokat, ígéket. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Olvassuk az Efézusi Levél 6. rész 4. versében. Ha pedig gyermekként vagy tanítvány, akkor neked engedelmeskedni kell szüleidnek. Ugyancsak itt olvassuk a tanácsot a gyermekek részére. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Tanítványként élhetsz mindenfelé, az iskolában is. Pál azt tanácsolja a fiataloknak, hogy jellemükkel igazolják tanítványságukat. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Olvassuk a tanácsot, amit elsősorban Timoteusnak írt az első levél 4. rész 12. versében, de másoknak is, minden fiatalnak. Tanítványként élhetünk a gyülekezetben, vezető tisztségben is. Péter apostol arra hívja a lelkészeket és a gyülekezet vezetőit, hogy igazi tanítványként éljenek. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs, hogy legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. Olvassuk a Péter első levele, 5. rész, első 4 versében. Radikális figyelmeztetések is elhangzottak Jézus ajkáról. A tanítványság megmutatkozik a dolgok, a birtokolt tárgyak iránti hozzáállásból is. Lukács evangélium a 14. rész 33. versében ezt olvassuk. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Mi az, ami uralkodik feletted? A dolgok? Vagy Isten? Melyek a prioritások az életedben? Miről vagy képes lemondani Istenért? Persze, egy-két dologról biztosan, de hát a többiről. Hát mindenről. Luther Márton mondotta, az a vallás, amely semmit sem ad, semmibe sem kerül, és semmit sem szenved, semmit sem ér. Jézus ott hagyta az egész mennyet azért, hogy megmentünk lehessen, mert annyira szeretett. És ez a szeretet mutatkozik meg az ő követőiben is. A János evangélium a 13. rész 35. versében azt mondja, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A szeretetet is úgy tanuljuk meg, nem azzal születünk, mi önzőek vagyunk. A mestertől,
a szeretet nagy tanítójától tanuljuk meg a szeretetet. Bármilyen hangzatos és hitvallomásunk, mégsem vagyunk Jézus őszinte tanítványai, ha szívünk nincs tele Isten és embertársaink iránti szeretettel. Semmit nem ér. Hitelességünk múlik rajta, hogy szeretünk vagy sem. Lehetünk ászok az elméletben, prófécia tudományban. Ha szeretet nincs bennünk, üres hordóként kong az életünk. És hitelesség területén elbuktunk. Mindig nagy kihívást jelent, hogy úgy éljek, mint akinek vallom magamat. A körülötted élő embereknek megerősítésre van szükségük, hogy őszinte, hiteles vagy. Vannak-e őszinte emberek? Vannak-e hiteles emberek? Voltak-e esetleg a múltban ilyen emberek? Mindkét kérdésre a válasz pozitív. Vannak és voltak. A Biblia tele van olyan emberek példájával, akik Jézus tanítványaiként éltek. Követték tanításait, és élték az általuk ismert igazságot. Pál arra bátorítja a hívőket, hogy legyetek követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Korintusi első levél 11. rész első versében. Azaz, gyertek utána, megmutatom, merre van Krisztus. Józsué, másik példa, ő kijelentette az egész Izrael előtt. Ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emoriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Olvassuk ezt a Józsué könyve 24. rész 15. versében. Azaz, én eldöntöttem, az Urat szolgálom egész családommal. Ezt nektek is el kell döntenetek, hangzik Józsué felhívásában. Mindenkinek el kell dönteni, hogy kit szolgál. Sok lehetőség közül lehet választani, de aki Istent választja, az a legjobbat választja. Ez a legjobb választás. Ez a Jézushoz igazodás pedig nem marad rejtve a világ előtt. Felfigyelnek rá, és beszédtéma lesz az emberek között. A keresztény talán észre sem veszi a nagy változást, mert minél jobban hasonlít az ő jelleme Krisztus jellemére, annál szerényebb lesz az önmagáról alkotott véleménye. A körülötte élők azonban mind látni fogják a változást. Akik a legmélyebb tapasztalatokra tettek szert Istennel, azok állnak a legmesszebb a büszkeségtől és önigazoltságtól. Szerényen vélekednek saját magukról, ám Krisztus dicsőségéről és kiválóságáról a legmagasztosabb fogalmaik vannak, olvasok Ellen White tollából. Ez a Bibliának az irányelve, hogy ha valaki találkozik Jézussal, annak megváltozik az élete. És tudjátok, ami szép, legtöbbünket nem valamiféle mennyei szózat indított el az úton, hanem Jánoshoz és Andráshoz hasonlóan valaki, vagy valakik, talán egy hiteles ember, vagy egy közösség, és a hozzá kötődő jó élmény vezetett bennünket Jézushoz. És mindannyiunk történetében volt egy pillanat, amikor bátortalan keresésünkben megszólítva, megérintve éreztük magunkat. És elkezdtünk élni, tanítványként.
igazi tanítványként élni létszükséglet. Ezekben az utolsó időkben, amiket élünk, a gonosz és angyalai fáradhatatlan módon azon munkálkodnak, hogy a hívő keresztényeket kényelmes langymelegségben tartsák, és olyan életre buzdítják, amelyik pontosan ellenkezik az igazi tanítvánság elveivel. Erről a figyelmeztetésről olvasunk a Timóteushoz írt első levél 3. részében, az 5. versben. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mondja az írás. Záró felhívásként pedig Pál apostol fogom idézni az ő tapasztalatát, az ő személyes élményét, mert ő így fogalmaz, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem, mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, mondja tovább, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ezeket a szavakat a Filippi beliekhez írt levél 3. rész 10. versétől olvassuk tovább. Kedves nézők, kedves hallgatók! Pálhoz hasonlóan kívánom azt, hogy a legforróbb vágyad az legyen, hogy megismerd Krisztust, hogy hasonlóvá válj ő hozzá. Kívánom azt, hogy miután találkoztál Jézussal, élj hűséggel, és legyél Krisztus hiteles tanítványa a mindennapi életben. Erre segítsen meg Isten mindannyiunkat. Ámen. Meghívlak, hogy imádkozzunk. Mindenható, szerető és gondviselő Istenünk, köszönjük szépen azt, hogy életünkben volt egy olyan pillanat, amikor az ige által, vagy amikor a Szentlélek beszéde által, vagy amikor tapasztalataink, vagy mások által megérintettél minket, megismertetted önmagadat velünk, alkalmat adtál, hogy egy saját képet alakítsunk ki rólad a tapasztalataink és az írás alapján. És add, jó Istenünk, miután ezt megtapasztaltuk és átéltük, és ezért hálásak vagyunk neked, add, jó Istenünk, hogy sokat időzzünk, tanulmányozva, elmélkedve a te tetteiden, a te személyed ismeretén. Elcsodálkozzunk azon, aki vagy, aki oly sokra voltál kész, csak azért, hogy szeretetből megválts bennünket. Köszönjük, jó Istenünk, ezt a gyönyörű képet, amit megismerhetünk. És add, hogy mi alatt veled időzünk, elbeszélgetünk naponta, te vezeted a mi életünket gondviselésszerűen. Add, jó Istenünk, hogy a mi életünk is átformálódjon, és látván téged, megismerve tőled a szeretetet, elkerüljön életünkből a harag, eltűnjön életünkből a gyűlölet, a gonoszság, és átvegye helyét a jóság, a szeretet
a jó indulat, az áldozatkészség. Szeretnénk, jó Istenünk, a Mester példája nyomán élni, követni őt, képviselni őt ebben a világban, hasonlítani ő hozzá mindabban a szépségben, amit megismertünk nála. És tudjuk, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy erőt adsz hozzá. Köszönjük, hogy ez a természetes következménye annak, hogy veled járunk. És add, jó Istenünk, hogy ez magától menjen, ne kínlódva, nem erőlködve, különleges erőfeszítéstével, hanem egyszerűen azáltal, hogy megismertünk téged, átalakult a mi életünk, és éljük az igaz, tiszta tanítvány életet. Segíts kérünk minden küzdő embernek, hogy tanítványod lehessen. Segíts mindenkinek, aki téged elfogadott, hogy hiteles legyen, hogy őszinte legyen. Te segíts életében legyőzni a gonoszságot, és a győzelmet a te neved dicsőségére, és emberek életének örömére. Jézus nevében imádkoztunk ezért. Amen. Hey.
Jellemtisztaság. Moldován Vilmos verse. Nagy kiváltság a szép és nemes jellem, melyben a lélek uralja a főt, s melyben a lelki ismeretre néznek a megzabolázott testi erők. A jellem nem körülmények függvénye, nem hat rá szenny, sem bűnös szenvedély. A tavirózsa bár mocsárba válja gyökerét, nézd, színe mély fehér. Jézus kétes hírű városkában élt, nem nézte, milyen a környezet, szennyes légkörben, rossz emberek között fejlesztett nemes, tiszta jellemet. Ne panaszkodj soha környezetedre, kudarcaid okát másban ne keresd, hanem a rossz indulatú vádakra a jellemed legyen a felelet. Amen. Jöjjünk éden felemel, majd átkarol.
Köszönöm Önöknek, hogy ezzel az alkalommal is végig velünk tartottak. Mit jelent tanítványként élni? Sok gondolatot el lehetne mondani, de talán az egyik legfontosabb az Pál megfogalmazásában csendül fel a Korintusi első levél 11. fejezet első versében. Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Pál apostol úgy döntött, hogy Jézus Krisztust követi. Buzgó keresztény lévén mindent megtett azért, hogy az emberek előtt bizonyságot tegyen az Úr Jézus Krisztusról. Pál apostol életében ez a bizonyságtevés nem csak szavakban állt, hanem az élet mindennapi dolgában, a gyakorlati tevékenységében is. Jézus Krisztus követni azt jelenti, hogy a mindennapjainkban úgy próbálunk élni, úgy próbálunk tenni, hogy valamikor Jézus Krisztus tett, mert ő az igazi mester, ő az igazi tanító. Ezért, hogyha ugyancsak Pál gondolatait idézzük, akkor ehhez tudjuk csatolni azokat a gondolatokat, amelyeket az előző fejezetben mond el, akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Tanítványként élni azt jelenti, hogy állandó kapcsolatban vagyunk a jó Istennel, és állandóan dicsőséget adunk neki. Úgy élünk, ahogy az ő nevének dicsőségére való. Ezt Jézus Krisztus megmutatta a földi élete során. Állandó kapcsolatban volt mennyei atyával, az ima által. Mi is. Ezt nem csak megtehetjük, hanem meg kell tegyük. Ima által kapcsolatban maradni az Úr Jézus Krisztussal. Hogy méltó követői legyünk, hogy méltóképpen tudjunk élni, mint tanítványai itt ezen a földön. Segítsen meg az Úr, hogy ezzel az életmódunkkal, életformánkkal, életstílusunkkal gyorsítani tudnánk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét, hogy minél hamarabb következzen az be földünk sorsában, a mi életünkben, az Úr Jézus által. Amen.